A havazás és jegesedés miatt több vasútvonalon is késnek a vonatok, tájékoztatta a MÁV Inform szombat délelőtt az MTIT. A Budapest-Veresegyház-Vác, a Budapest-Lajos-Mize, a Budapest-Puszta-Szabolcs-Pécs, a Budapest-Puszta-Szabolcs-Dunaújváros és a 60 Szolnok vonalon 20-60 perccel hosszabb a menetidő. A Budapest-Újszász-Szolnok, a Budapest-Cegléd-Szeged és a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Záhony vonalon, valamint Kaposvár és Pécs térségében néhány vonat menetideje 10-20 perccel nőhet, más vasútvonalakon időnként 5-15 perccel többet kell várni a vonatokra. A szakemberek minden érintett helyszínen folyamatosan dolgoznak a váltószerkezetek megtisztításán, írták, megjegyezve, a szél és a havazás lassíthatja a berendezések takarítását. A MÁV Inform kiemelte, a vasút a havazás közepette is biztonságosabb eljutást kínál a közúti közlekedésnél. A téli időjárás, a havazás, hófúvás által okozott forgalmi zavarok és közlekedési akadályok elhárítása, a nagyobb fennakadások elkerülése, a pályák szabadon tartása érdekében pedig számos intézkedést hoztak a vasúttársaságnál, tették hozzá. Példaként említették, hogy szükség esetén több embert tudnak bevonni a munkálatokba, illetve a MÁV hálózati szintű, folyamatos készenlétet működtet.